Magyar forrásból? Garanciával a zsebedben szeretnél Mbumbéval fickándozni? Akkor irány a futpark, hiszen újra él a Krisztián kuponkód! Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban ismételten elérkeztünk a Draft to Glory sorozatunk következő epizódjához. Srácok, arra gondoltam, hogy ebben a részben most nem fogunk külön egy kihívást megcsinálni, hanem megpróbálunk egy Team of the Season draftot összerakni. Pár napja jelentek meg ezek a különböző Team of the Season kártyák, azt hiszem talán a Community Team of the Season van bent, és kíváncsi vagyok rá, hogy ezeket a játékosokat lehet-e a draftban nyitni. Úgyhogy ezekre fogunk most ránézni, gyorsan beváltunk majd egy draft tokent, és akkor megpróbáljuk úgymond kihívásként, de sima draft összerakással a Team of the Season draftot. Na szóval, váltsuk is akkor be ezt a bizonyos draft tokent, ami van. Van egy 5-2-1-2 formációnk, egy 4-3-1-2, egy 4-3-3, egy 3-4-1-2 és egy 4-3-3 false 9, a hamis 9-es. Hát én a 4-3-1-2-t fogom kivenni, mert kíváncsi vagyok rá, hogy itt mit tudunk alkotni. Nyilván a George Best kártyája lenne az, amit én leginkább használni akarnék, de mivel nincsen összhangja, ezért muszáj leszek a Gabriel Jesusnak alapját kivenni. Nézzük a következőt, eddig nem kaptunk. Hopp, meg is érkezett az első Team of the Season kártyánk. Nem láttam még ezeket a lapokat, tehát teljesen újonnan fogok nekilátni ennek a dolognak. Nyilván, amikor kapunk TOTS kártyát, akkor azokat próbáljuk kiszedni, úgyhogy Morata lesz a következő választottunk. Lássuk a következőt, hát ez szerintem Riken lesz. Nem egy nagy eresztés, de megpróbálkozunk vele. Következő játékosunk, hát vagy Gavi, vagy pedig De Jong. Hát talán a Gavit kellene kiszedni, bár a De Jongnak sincsen rossz kártyája. Nézzük meg ezt a Gavit, soha nem játszottam még vele. Következő lap, hát az Kokulin testvérünk lesz, nagyon hulladék. Modric Toti kártyája, az mondjuk igen erős a játékban, úgyhogy kiszedhetjük. Hát nem nagyon dobálja a Team of the Season-öket, amint látom. De hát, ha még ez változni fog. Alex Moreno az jó lesz nekünk. Következő, hát vagy Savic, vagy Pepe. Hát Savicot kivesszük, mert van összhang legalább. Van Dijk, Toti. Not too bad, csak nincsen összhangja, de muszáj lesz kiszedni. Következő kártyánk, Tavernier, az kifejezetten jól néz ki. Nincsen összhang, de ki fogjuk venni, ki fogjuk mindenképpen próbálni. Dudeknek alapja, az mondjuk ad összhangot. A Van Dijknak nem lehet rossz. Hopp, egy Peli is becuppan, ez milyen kártya amúgy? Fantasy Foot. Alright, hát én Pelét fogom kivenni. Egynek elmegy. Kapunk egy Hulitot is. Kezd alakulni a csapat, fiúk. Következő játékosunk... Ez Jelinski lehetne, de mindegy, én szá... ott lehet, hogy az a De Paul nem lett volna rossz. Fú, egy Touré! Van CDM pozíciónk? Nincs, bassza meg. Pedig egy Tourét kell kiszednünk mindenféleképp, így is, hogy nincsen összhangja, mert... Hát azért a Tourét nem lehet bent hagyni. Van de Ven. Vagy Konáté. Hát. Én abból kiindul, vagy Reinildo? Nem, nem. Konáté lesz az. Nyilván nem oda fogjuk tenni. Ez így egész pofás. 21-es összhangunk van, az amúgy nem mondható rossznak. Van még Nuno Mendes, Emerson Royal. Hát Nuno Mendest megpróbáljuk. Kapusunk, az meg tök mindegy. Random kiveszünk egyet. Hopp, egy Lucio. Ej, de jó lett volna, hogyha mégis kiszedem a Bundesligásat. Ezért nehéz ezeket a draftokat összerakni. Viszont ő egy Team of the Season Moments lap.
Hát én Team of the Season-eket akarok kipróbálni, nem ilyen Moments kártyákat, hogy őszinte legyek, úgyhogy Lúciót fogjuk most mindenképp kiszedni. Megyünk is tovább, normális Team of the Season-t adj már be, geci. Hát nem sűrűn akarja adogatni a fiúcskának. Call lapját fogjuk szerintem kivenni. Crouch sem lenne rossz, de... Hát azért az a Call az mégiscsak Call, gyerekek, Joe Call. Aki amúgy Ashley Call, de ne törődjetek vele. Sinister a tesóm. Az jó lesz ennek a Callnak, mit tud? Amúgy elég jó statjai vannak. És kapunk még egy Messit is. Nem mintha tudnánk használni. Carlos az, akit tudnánk, de hát ő meg nem kell nekünk, úgyhogy Messit kiszedjük. És az utolsó kártyánk az meg igazából tök mindegy. Hát, a Team of the Season draftunkból sikerült 2 darab Team of the Season játékost megszereznünk. Hát az nem túl sok. Az nem túl sok, és az egyik védő belőle. Na mindegy, ki fogjuk próbálni azt, hogy mit tudunk alkotni ezzel a Morátával elől. Őre mindenképp kíváncsi leszek. Meg egyébként nagyobb összhanggal is tudnánk játszatni ezt a keretet, hogyha a CM pozícióba visszaraknám ezt a Kokulin gyereket, de csak egyel ad több chemistryt. Jó lesz ez így, szerintem. Belevágunk, aztán hogyha más nem, akkor cserélgetünk majd. 21, 21, 21, 21, 21. Egyik sem ad chemistryt. Jó, így egész jó lesz a csapatunk. Meg is van az első ellenfelünk. Lássuk a csapatát. Nagyjából egy hónapja játszottam srácok a játékkal, úgyhogy azt semmiképp sem mondanám, hogy iszonyatosan jó leszek, de azért megpróbálok valamit összehozni, megalkotni itt. Asztalj! Morata! 1-0! Gyönyörű, szép gól! Fú, de szépen csináltuk ezt a Moratával. Nagyon nagy. Az nem rossz. Óriási labda. Riken! Tizi! Nem fogja befújni. Bassza meg. Az nagyon nagy. Riken, tesóm! Hogy toltad meg? Az nagy. Be kell rúgnod! Így is van! 2-0! Gyönyörű, szép gól. Ki volt az? Morata megint? Megint Morata. Hajrá, Tocz. Az ott a tied. Ez az. Fejeld ki. Az gond. Ne fejeljen meg! Gólig. Így van Modric. Így van Modric külsővel gyönyörűen. Totti Modric legnagyobb bízt a világon. Morata gól. Így van. Gyönyörű, szép. Ki fog lépni lehet? Cserél 3-at. Gólig. Nagyon okos Pelé. Ennyire okosan csinálni, Istenem. Tökéletes befejezés. Szép volt Pelé, ez az. Az nagyon nagy. Nem is volt les. Elvisszük és következő. Morata kurva jó amúgy, gyerekek. Olyan labda átvétele van a Moratának, ami számomra meglepő. Nagyon brutál. Ki is lép a srác. Nagyon durva a labda átvétele a Moratának, komolyan. Az nagy. Morata! Egyből betalál. Kurva jó ez a Morata kártya, gyerekek. Ez egy vadállat. Az nagyon nagy. Belé! 2-0. Kurva jók ezek a lapok, bassz meg. Imádom őket. Nagyon jó ez a team, gyerekek, amit összeraktunk. Kajak jól mozognak. Az be lehet ívelni. Bassz meg, nagyképűt ilyen. A szar. 3. Így is van Gabriel Jesus. Gyönyörű, szép. Ez csiki-csuki volt, gyerekek. Jó lesz. Pelé, tesom, berakjuk a negyediket. Na lépjél ki, tesi, mert... Na, nincs erre időm. Kösz. Jó fej vagy. Májusban 4-0, azt nem lépünk ki, köszi. GG.
köszi szépen a meccset. Thank you so much, dude. Hát konkrétan, gyerekek, én most tartok ott, hogy majdnem elaludtam, úgyhogy be kell vernem egy olyan monstert, hogy azt elmondani nem tudom, mert ez valami kritikán aluli. 11-2, és a gyerek az 10-0-nál sem lépett ki. Egészen unbelievable. Nézzük a harmadik mérkőzést. Nem, kapus. Hát ez gond. Ez jól játszik. Fuck. Az jó! Gyönyörű gól. Mekkora gólt ragaszt a Gabriel Jesus, atya úristen. Gyönyörű, szép. Jó, fújd le a faszomba. Középpályán vagyunk, fújd már le a gecibe. Visszafele passzolt. És nem fújja, le is gólt kapunk. Egyszer nevetséges. Semmi gond. Meglepődtem volna, nem így kapunk gólt. Az gond. Szép, GG. Nem tudjuk berúgni. Az a baj, hogy a helyzetek nem mennek be, gyerekek. Minek be kéne mennie. Lesz. Nem volt lesz? Nem. Akkor belőjük. Gyerünk, vissza lehet ebbe még jönni. Let's go. Az nagyon nagy! Lesz. De hülye voltam, hogy lepasszoltam, geci. Hogy nem a mi labdánk? Mondd már meg! Hihetetlen, hogy ezek egyik sem a mi labdánk amúgy. Az nagy. Hogy veszed el? Nem létezik, geci. Hát ezt a meccset elengedte a játék. GG, nem fogja engedni. Tudtam, ilyenkor nem. Mi ugyanik? Ugyanebben az időpontban kaptunk volt a következő támadásból az első fél időben. It is what it is, GG. Köszönöm a meccset. Srácok, ennyi lett volna most ez a videó. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte. Sajnálatos módon nem kaptunk sok Team of the Season játékost, viszont amit el tudok mondani, hogy Tavernier kártyája nem volt rossz, viszont sokszor fennmaradt a támadásoknál. Ami negatívum vele kapcsolatosan, Morata kártyája pedig egész jónak érezhető, úgyhogy ha gondoljátok, nyugodtan próbáljátok ki. A komment szekcióban jelezzétek, hogy mit gondoltak ezekről a Team of the Season-ös draftokról, hogy nem mindig kihívást csinálunk, hanem néha-néha kipróbálgatunk úgymond egy-egy új promóciós kártyát is. Ha tetszett, mindenképp jelezz egy lájkkal, illetve ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára. Én Krisztián voltam, további szép napot mindenkinek, ciao, szevasztok!